Elmúltál 12 éves? Nem látsz az úton tiltó táblát? Nem tragédia az út minősége? Akkor mit keresel a járdán? A járda a gyalogosoké, a kerékpár pedig az úttestre való. Ha az előbb említett kizárások nem vonatkoznak rád, akkor sem tekerhetsz gyorsabban, mint a gyalogosok. A járda a gyalogosoké. Te csak vendég vagy ott. Járda helyett használd a kijelölt kerékpárutakat, vagy ha még bizonytalan vagy, akkor a párhuzamos, csendesebb utcákat. De ne feledd, minél több szabályos biciklis lesz az utakon, annál biztonságosabb lesz a közlekedés mindenkinek. Az autóval közlekedők megszokják a jelenlétedet az utakon, és te sem zavarod a gyalogosokat. Együttműködve előbb célba érünk. Közlekedjünk együtt! De mi van akkor, ha nekem a túloldalon van dolgom, vagy arra kell majd kanyarodnom? Lehet, hogy a sávon biciklizve kerülőt jelent, de bicajjal ez biztosan nem több, mint 1-2 perc. Megéri a veszekedést? A Várkörúti gabionfal nem teszi egyszerűvé a gépkocsi vezetők dolgát sem. Tartsd be a sebességet. A zebrák előtt lassíts, mert a fal takarásában gyerek is szaladhat. Haladj a kijelölt sávban, tartsd be a sebességet, és figyelj a gabionfal mögül kilépőkre. Együtt közlekedünk!